Különleges programmal készül a Csokonai Színháza húsvétra. Nagy szombaton, azaz március 30-án a Mária Evangéliuma című rockoperát viszik színpadra. A művet 30 évvel ezelőtt mutatták be a Madách Színházban. Azóta az itthoni, határon túli, valamint európai zenés színpadok visszatérő sikerdarabja. Szűz Mária történetét meséli el, ifjúságától, Krisztus születésén és kereszt halálán át Mária mennybe meneteléig követhetjük az eseményeket János apostol látomásos tolmácsolásában. Köszöntöm a stúdióban a mű producerét, Lantos Anikót. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, szép estét kívánok. Köszönöm szépen a meghívást. Hát valóban ez egy szenzációs élmény nekem, és meg azt hiszem sokaknak Debrecenben 2 évvel ezelőtt lehetett látni a főtéren, a nagy színpadon. Hát akkor is magával ragadó, hát borzongató élmény volt. No de ez, hogy valóban ebben a misztériumi időben, abban a Szent Háromnapban, ami a közepén nagy szombat, és amikor az előadásnak vége utána szinte már lehet is menni az éjféli misére, és ünnepelni a feltámadást, lehet ünnepelni azt, hogy a világ világossága mégiscsak legyőzte a sötétséget, és gyakorlatilag a halál felett aratott győzelmét, magyarul Jézus Krisztus feltámadását ünnepelhetjük, ez egészen kultikus időpont. Miért? Miért döntöttek emellett? Igen, én is nagyon örülök, hogy időről időre helyére kerül az előadás, mert azt gondolom, hogy ha van egy ilyen fantasztikus magyar zenés darabunk, mint a Mária Evangéliuma, akkor az a legjobb és legtöbb, amit tehetünk, hogy megtaláljuk azokat a legtökéletesebb időpontokat, mint a húsvét, a pünkösd, az adventi időszak, amikor ez a darab igazán egy olyan emelkedett hangulatot adhat a nézőknek, amit meg is érdemel az előadás, és amitől az ünnep még több lehet. 2 éve láthattuk, aztán jött egy év csönd. Miért? Hát a támogatás az nem a legegyszerűbb ezekben az időkben, és egy ilyen produkciónak főleg nem, amit tulajdonképpen az én kezdeményezésemre jött most létre, illetve nem a produkció, ugye a darab már több évtizede megszületett, de a most látható előadást én hoztam tető alá, hogy ilyen csúnyán fogalmazzak. Az én gondolatom volt, hogy mindenképpen vissza kell hozni a színpadjainkra ezt a csodálatos darabot, ami sok éve nem ment sajnos már semmelyik színházunkban. És hát ezt úgy tudtam megvalósítani, hogy egy saját céggel elkezdtem próbálkozni, és nagy szerencsémre és olyan emberek segítségének köszönhetően, akik megérezték ennek az ügynek a fontosságát, létrejöhetett ez a produkció, de hát elég nagy volumenű lett. Én azt gondolom, hogy egyébként ez a darab meg is érdemli ezt a csodálatos színpadraállítást, ami végül is megszületett. Juranics Tamás rendezésében a Szegedi Kortásban lett fantasztikus táncosaival, a Győri Színház zenekarával és énekkarával és a sok énekessel, táncossal. De hát így nyilván nehéz is vinni, nehéz rá támogatást találni, úgyhogy ezt tavaly nem sikerült. Idén viszont igen, úgyhogy 2 előadást tudunk idén is játszani, most húsvétkor, illetve pünköstkor a Margit szigeten. Úgyhogy ez ennek köszönhető, illetve hát nyilván ez a támogató, ez a minisztérium volt, illetve a Magyar Földgáztároló ZRT, akiknek tényleg ez úton is köszönöm, mert hát különben ez az előadás tényleg nem jöhetne létre. Nem titok a nézőket, és hát ha titok, akkor most eláruljuk, hogy mi régóta beszélgetünk erről a dalabról, és már több alkalommal, és tudom, hogy nagyon-nagyon-nagyon a szívén viselt, hogy valóban visszakerüljön a méltó helyére a Tolcsai Müller párosnak az alkotása, ami egészen különleges módon fogalmazza meg azt a misztériumot, amit a megváltóval, a megváltó édesanyjával foglalkozik. Rendben van, hogy szívügye, de miért? Mitől kötődött ennyire hozzá? Hú, nagyon sokat tudok erről beszélni, de megpróbálom lerövidíteni. Én egyrészt Tolcsvai László zenéjét nagyon-nagyon szeretem. A Madách Színház beli bemutatója óta ismerem a művet, és akkor is nagyon szerettem. Nagyon sokszor láttam egyébként, egy egész holdudvara van ennek az előadásnak. Nagyon sok ember szereti, mint kiderült itt az évek során.
és Müller Péter Sziámi szövege meg valami egészen fantasztikusan egészíti ki ezt a tényleg mennyei zenét, amit Laci írt. És én, mint színház szerető, mint zeneszerető, zenét tanultam ember, aki egyben édesanyja is, azt hiszem, hogy szebb dolgot nem tud megálmodni színpadra, mint egy ilyen fajta komplex együttállását mondani valónak, zenének, szövegnek, és hogy ehhez Juronis Tamás szellemisége ilyen fantasztikus előadást társított, ezt álmodni sem lehetett volna, de mégis így történt, és egy olyan remek csapat jött össze, mindenkit ugye egyenként válogattunk össze a produkcióra, amire azt tudom mondani, amit Laci, Tolcsvai Laci annak idején a mű megvalósítására mondott, hogy valami olyan égi üzenetet valósítottak meg ők hárman alkotók egyszerre egy hívásra, ami ott érett bennük előtte, és egyszer csak hárman megírták ezt a darabot, férfiak. És azt gondolom, hogy ennek ma nagyon-nagyon nagy fontossága van. Nagyon sok ember küzd a hétköznapjaival, a családjával, a munkájával, a megélhetésével, és ezek a mondani valók, amiket tartalmaz ez a darab, ezek nagyon sok erőt adnak szerintem mindenkinek, korosztálytól és nemtől függetlenül. Úgyhogy én azt nem értem, hogy miért nem játsszuk ezt folyamatosan, tehát nem az a kérdés, hogy én miért szerettem bele, hanem miért csak én szerettem ennyire bele, hogy szerintem egyszerűen nem szabadna megkerülni. Főleg azt, hogy egy magyar rockoperáról van szó, van, aki hasonlította a Jézus Krisztus szupersztárhoz, hogy simán csinálhatnánk belőle egy nemzetközi hírű előadást, mint ahogy sok országban játszották is, és a csehek meg a szlovákok tévére is vették egyébként, tehát hogy sokan jobban szeretik, mint mi. Valaki így fogalmazott ott a főtér annak idején, hogy hú, most a színházon keresztül is meg lehet érezni a Szentlélek jelenlétét. Van ilyen érzés az alkotókban? Van ilyen érzés a producerben, amikor nézi a művet, és sok adjára, és még mindig ugyan a lelkesedése? Hát egyrészt sajnos nem annyira sok adjára, mint szeretném, de alig várjuk, hogy megint felhangozzanak a dallamok, és szerintem aki látta, tudja, miről beszélek. Nagyon nehéz ezt a lelkületet átadni, mert itt azért olyan gyönyörű sorok hangzanak el, ami az élet értelmét megfogalmazza. Tehát az anyának, ahogy látja a gyerekét, ahogy a pásztoroknak énekli Mária, hogy igen, én Istent látok a gyermekemben, mert minden anya Istent lát a gyermekében. És a gyermekeinknek azt tudjuk adni, hogy bátorítjuk őket, hogy betöltsék az életfeladatukat. Én szerintem ma nagyon nagy szükség van ezekre a mondatokra. Úgyhogy amikor ezt hallgatjuk, és körülöttem ott vannak azok, akikkel végigcsináljuk ezeket a folyamatokat 2 éve, és időről időre megfogjuk egymás kezét, meg elsírjuk magunkat bizonyos jeleneteknél, az nekem nagyon fontos. Sajnos kevés az időnk, úgyhogy még nem tudunk ennél mélyebbre menni, de arról beszélgessünk, hogy 30-án, tehát a nagy szombaton a Csokonai Színházban, hogyan lehet elérni, hol lehet jegyet venni? Tehát ilyen praktikus, nem emelkedett, de nagyon praktikus információkat a szabad kérni. Természetesen a Csokonai Színház árulja jegyeket, úgyhogy gondolom weboldalon és a színházban is még van, de nagyon szépen fogynak a jegyek, úgyhogy még azt hiszem lehet venni. Hát kívánom, hogy telt házzal, kívánom, hogy minél többeknek könnyeket csalva a szemébe, minél többeknek mosolyt, felemelkedettséget, és a Szentlélekkel való találkozást adja ennek a műnek a megnézése, és valóban így lehessen közösen ünnepelni a színházban is a húsvét csodáját. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen. Eddig tartott ma az Esti Közelkép, köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!